most már a felvétel is elindult a szabad egyetemi előadásról, és én szeretnék néhány információt megosztani magáról az eseményről, és arról, hogy milyen technikai tudnivalókat érdemes figyelembe tartani az előadások során. Tehát most nem sokára következik Bőrösz Józsefnek egy 50 perces előadása, amely a második előadása lesz tőle, és azt szeretnénk kérni, hogy a kérdéseket ne a chatbe írják meg a kedves érdeklődők, hanem a questions and answers kis rubrikában tudják feltenni a kérdéseket, amelyekre az 50 perces előadást követően feltétlenül igyekszünk reagálni. Ez az egyik fontos technikai tudnivaló. És szeretném még jelezni, hogy az egy hét múlva esedékes szekción megpróbáljuk átbeszélni azokat a témákat, amiket érintettünk az utóbbi három alkalmon. Ez minden egyes blokk után, tehát hogy három szekció után lesz egy ilyen tulajdonképp lehetőség arra, hogy beszéljük kötetlenebbül is azokat a kérdéseket, amiket az előadók említettek a témákhoz kapcsolódóan. Ezért szeretnénk kérni, hogy péntek után 4 óráig küldjék el nekünk az esetleges kérdéseiket a Replika Szabad Egyetemnek az e-mail címére, amiket mi meg fogunk vitatni, és próbálunk majd az egy hét múlva esedékes szekció alatt megvitatni részletesen, és akkor ezekre fogunk tudni reflektálni. Igazából Facebook csoport tagjait is szeretettel megkérjük erre, valamint a nem logikus, tehát szakmai érdeklődők is nyugodtan küldjenek nekünk kérdéseket, lesz rá másfél órán körülbelül, hogy ezeket megvitassuk. Nagyjából a technikai részleteket illetően ennyit szerettem volna elmondani. Még egyszer várjuk a kérdéseket a questions and answers kis ilyen rubrikába, és akkor meg is adnám a szót Böröc Józsefnek. Igen, Miklós valamit. Akkor Miklós, kapcsold be a kérlek a mikrofonodat, mert nem hallatszottól. Annyit szeretnék mondani, hogy nem csak kérdéseket várunk, hanem észrevételeket, kritikákat, megjegyzéseket, tehát nem kívánjuk a hallgatóságot, a résztvevőket csupán a kérdező szerepére edukálni. Ennyit szerettem volna mondani. Jó, köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos hozzászólás volt, természetesen megjegyzéseket, észrevételeket, bármivel kapcsolatban, ami elhangzott, nagyon szívesen veszünk, és egyébként nagyon örülünk neki, minél inkább próbálósabbak az észrevételeket, mi ezeket is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk, és próbálunk rá reflektálni magából a Szabad Egyetem szellemiségéből fakadóan egyébként. Hogyha most nem akarnak hozzátenni más a panelisták, akkor megadnám a szót Böröc Józsefnek, aki második előadásában a Miért maradt ki a rassz a klasszikus szociológiából címen fogja megtartani ezt az előadást, ami 50 percig fog tartani, melyet utána a beszélgetés és egy ilyen reflexiók követnek. Köszönjük szépen az érdeklődést, és József, tiéd a szó. Én is köszönöm, és mindenkit szeretettel köszöntök. Most megismétlem a múltkori bravúrt, és megpróbálom megosztani a képernyőmet. Nagyjából így néznek ki, remélem látja is már mindenki. Előjáróban még annyit tennék hozzá, vagy hát szóval bevezetőként, hogy a szó legszigorúbb értelmében nem kutatási területen, sem a múltkori, sem pedig a mostani téma. Tehát nem arról van szó, hogy én dolgozom azon, hogy miért maradt ki a rassz a klasszikus szociológiából, hanem egyszerűen a más, ennél jóval konkrétabb témákhoz kapcsolatos munkám során összegyűlt megfigyeléseimet
próbálom megosztani a tisztelt egybegyűltekkel, és főleg az a, az egésznek a, ugye, és hát mondom, az egész szabad egyetem logikáját látjátok, hogy ez a két előadás az viszonylag általános bevezető jellegű kritikai témafelvető, hát vagy olyan funkcióval bír. No, akkor kezdeném is. Itt látjátok hát nagypapát. Konkrétan ez egy hát ilyen virtuális rekonstrukció, egy neandervölgyi ősünket ábrázolja. Erről majd fogok néhány szót is szólni. Szóval a téma az, ami miatt a címet kapta ez az előadás, amelyet kapott, hogy az érdekes megfigyelés van, hogy explicit nyílt módon se Marx, se Weber, se Durkheim, se Simmel tulajdonképpen nem beszélt egy sor olyan társadalmi jelenségről, amelyek nem csak a modern társadalom, hogy mondjam, tehát fontos alkotó részei a modern társadalmi létnek ma, de már az ő korukban is megfigyelhető volt. Tehát nem, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy elfelejtették, vagy legalábbis hát a nagyon szigorú filológusokat leszámítva, valószínűleg nem foglalkozik senki azzal, hogy elfelejtették, elmulasztották, elkerülték, nem tudták elég fontosnak, de a lényeg az, hogy egy sor jelenséget nem, erről nem alkottak elméletet, fogalmi keretet, vagy ha igen, akkor csak rendkívül mellékes módon érintették. Ezek, és nem álltak össze ezek a megfigyelések, nem kapcsolódtak össze elméletük többi részével, súlyponti részeivel. Ezek egyike az, amit mondjuk úgy mondhatunk, hogy rassz alapú identitásformák, rassz beszédmód, diszkrimináció, erőszak, vagy pedig hát ennek még minősített formája a rendszerszerű rasszizmus. De egyebek is vannak, így például a gender, etnicitás, az olyan osztály és rendies viszonyok, amelyek nem a kapitalista társadalomra jellemzők, hanem egy másik korábbi korszakból maradtak ránk, és maradtak fönn a kapitalizmus körülményei között, zárványszerűen. Erről mi Kelet-Közép-Európában elég sokat tudnánk mesélni. Az érzelmek és a világ nem racionális, tehát nem irracionális, hanem nem racionális oldalai, a művészetek, az esztetikum világa, és a szexualitás. Ezek mind olyan témák, amelyekről a klasszikusok csak rendkívül helyek közel szóltak. Legalábbis azok a klasszikusok, akiket a nyugati szociológia annak tart. Ma ezek közül az általam elsőként említett témacsoportról fogunk beszélni. Ahhoz, hogy ezt, és hát ismét már a múltkor is alkalmazott módszerrel elég nagy, hát hogy mondjam, történelmi kört fogunk megtenni. Most még egy nagyságrenddel nagyobbal kezdem, mint a múltkor. Múltkor 10 000 évvel, 12-vel ezelőttre mentünk vissza, most 100 000-rel ezelőttre megyünk vissza. 100 000, lehet, hogy már korábban is, de 100 000 évvel ezelőtt nagyjából már biztosan tudjuk, hogy elődeink jelentős csoportjai már elhagyták Afrikát, és szétterjedtek az akkor hát, hogy milyen rendelkezésünkre sükre álló területen. Ennek és tehát van egy rendkívül hosszú állandó mozgással jellemzett időszaka az emberiség előtörténetének, hogy így mondja. Az ábra jobb oldalán itt látjuk ezt a bizonyos termékeny félhold, tehát a mezőgazdaság, az állam és általában a társadalom kialakulásának kezdeteit. Hogyha ezt kivetítem, ugye ez volt az a bizonyos idővonal, amellyel dolgoztunk a múltkoriban. Most ez azért érdekes csak, mert ugye itt vita folyik azon, hogy hol kezdődik az emberiség. Ha itt kezdjük el, tehát 12 000 évvel ezelőtt, akkor már elég szép jelentős területet lefektek a elődeink. Egyébként az emberiség térbeli mozgásának ma már elég nagy számban rendelkezésünkre állnak különféle rekonstrukciói, ez például egy, amit ilyen látványosnak találok a színek miatt, ezért ezt használom. Tehát ugye körülbelül itt van az emberiség eredete, mozgás volt mindenféle irányban,
És hát szokványos az is, hogy ehhez hozzáillesztenek évszámokat, tehát hogy mikortól tudjuk, hogy már itt voltak például mondjuk az Amerika, Észak-Amerika mondjuk 15-20 ezer évvel ezelőtt, Dél-Amerika 13-mal, stb. Így tovább. Ebből egyébként már levonhatjuk azt a következtetést kapásból, hogy elképesztő méretű fizikai térbeli mobilitás jellemezte az emberiség történelmének egészét. Az első dolog, amiről szólni kell, az, hogy elég hosszú ideig az az elmélet uralkodott a történeti genetikában, hogy az emberiség elődei a Homo sapiens, sapiens nevű elődeink voltak, akik viszonylag későn jöttek ki Afrikából, tehát voltak korábban hát emberek, akik otthagyták az afrikai kontinenst. Ezek egyike volt, amelyről tudtak, mert már a 19. század elején, közepén már azonosították ezeket a maradványokat. Tehát elég régóta tudunk róluk, ez neandervölgyi populációk voltak. Igen jelentős elterjedést mutatott ez a népesség. Elég hosszú ideig, és itt innentől érdekes a történet, elég hosszú ideig arról az volt a genetikai, történeti genetika álláspontja, hogy a Homo sapiens sapiens lényegében legyőzte a neandervölgyi embert, tehát magyarul vagy agyonverte, tehát háborús úton, vagy pedig kiszorította, elvette tőle a megélhetését. Tehát a térben kiszorította arról a területről, ahol megtalálta a szükséges, számára szükséges élelmiszert, stb. Ennek azonban ellentmond az az apró tény, hogy a ma élő emberi később, tehát jóval később derült ki ez, amikor az emberi genom elemzése megindult, hogy a ma élő emberek szinte mindegyikének minimum egy génállományának minimum 1-2%-a neandervölgyi eredetű. Lényegében egyetlen kivétel van ez elől, nevezetesen az Afrika délnyugati részén élő populációk, akiknek az a történelmük, hogy nem keveredtek az Afrikán kívüliekkel. Ez az 1-2% bár nem tűnik túl soknak, de az biztosan nyilvánvalóan bizonyítja, hogy nem az történt, hogy vagy nem csak az történt, hogy kiszorították a neandervölgyieket a Homo sapiens sapiens csoport tagjai, így vagy úgy, hanem az is, hogy keveredtek velük. Máskülönben nem maradt volna fenn a génállományoknak akármilyen kis része is. Körülbelül ez volt a beszédmód egy olyan pár évtizedig, míg nem. Történt egy újabb felfedezés, nevezetesen egy dél-szibériai barlangban, konkrétan valahol itt, találtak olyan csontokat, amelyek se nem Homo sapiens sapiens, se nem neandervölgyinek nem voltak. Alként nem voltak azonosíthatók, ez a kis falunak a neve, amelynek közelében ez a barlang található, az Gyenyiszova, és ezért gyenyiszovai embernek nevezik ezt a típust. Ezt 2010-ben azonosították a Lipcsei Max Planck intézetben. A gyenyiszovai gén állomány ugyancsak az emberiség elég jelentős részében jelen van, de nem sokkal, de azért kevesebb, mint a neandervölgyi, tehát nagyjából a ma élő populációk 0,8%-ának van gyenyiszovai génállománya is. Lehet egyébként olyan verzió is, hogy van valakinek gyenyiszovai is, neandervölgyi is, meg hát természetesen a többsége homo sapiens sapiens. Na most csak gondoltam, hogy meg is mutatom térképen a termékeny félholdat, tehát ez körülbelül időszámításunk előtt 10-től 600-ig tartottak ezek a különféle civilizációk. A mai hát arab félszigetnek elsivatagosodott részén, a nagy folyók mentén. Most innentől kezdve elég gyorsan pörgetnék át néhány afro-eurázsiai térképet, csak azért, hogy szemléltetni tudjam azt, hogy milyen elképesztő mértékű volt az emberiség korai
kapcsolatrendszere. Ez az ábra a pénzérmék terjedését mutatja az időszámításunk előtti 6-tól az időszámításunk szerinti első évszázadig. Egy akkora rendszer, amiben ugye hát Olaszországtól Kína keleti részéig találunk mindenhol résztvevőket. A buddhizmus és a kereszténység elterjedése a Földön, ez az időszámításunk szerint 4-6. Évszázad, az iszlám terjedése, időszámításunk szerint 7.-8. évszázad, a pestis járvány elterjedése a 13. században, ezt ugyebár nagyrészt a mongol birodalomnak köszönhetjük. Egyébként a mongolok olyan szempontból messze a koruk előtt jártak, hogy ők voltak az elsők, akik biológiai fegyvert használtak, tudnélik pestises holttesteket katapultáltak be az általuk bevenni próbált várkastélyokba. De hát most bennünket az érdekel, hogy tényleg egy pár, még nagyjából egy évtizeden belül egész, hát most csak Eurázsiát mutatja a térkép, de hát tulajdonképpen végig söpört a járvány, ami csak azt jelentheti, hogy rendszeres kapcsolat volt. És ez a kapcsolat ez nem csak katonai hadjáratokat jelentett, mint mondjuk a sztepei nagy birodalom, a mongol birodalom, de egyéb mozgást, főleg kereskedelmi mozgást. Ez a néhány térkép, amit mutat, ez is a következő, azt hiszem a másikat is belevettem, nem tudom, egy Kínában angol nyelven megjelent, ide erre vonatkozó tankönyvből származik. Ezek a fő útvonalak, melyeket történészek rekonstruáltak, mely útvonalakon folyt a kereskedelem Kína keleti partvidéke és a földközi tenger, mondjuk így keleti medencéje között. A barna szín ugye szárazföldi, tehát sivatagi karavánutak, a zöld szín pedig tengeri útvonalak. Igen, itt van egy ilyen rendkívül szerény térkép, Shen Fowei nevű történész tollából, Kína öt nagy találmányának terjedése nyugat felé, papír, nyomtatás, porcelán, lőfegyverek és az iránytű, és még nem is említi a sejmet, ami pedig a legkeresettebb Kína járucik volt évezredeken keresztül. Most az egésznek tulajdonképpen a fő mondani valója az időszámítás, ez itt, amit most jelzek, időszámításunk előtti évszázadban már fennállt ez a kereskedelmi rendszer. A 13. századra, tehát a kapitalizmus kialakulásával kb. 300 évvel korábban így nézett ki, tehát 9 alrendszerre osztott az afro-eurázsiai kereskedelmi rendszer. Ez úgy működött, hogy mondjuk ez éppen 10-et mutat az az ábra, de elnézést, hogy szebbek a színek ezen, mint amelyikkel általában dolgoztam, amelyen 9 van. Se baj. Tegyük föl, itt kezdjük a történetet. Tehát mondjuk volt egy terület, mondjuk ez, amit itt mutatok, amelyen belül mozogtak az adott kereskedők. Ez azonban adott hajók, adott árucikkekkel megfelelő kereslet-kínálati viszonyoknak, tehát annak megfelelően, amely azonban átfedésben volt egy másikkal, nevezetesen ezzel, méghozzá itt. Ezek a területek olyan kikötőket jelentenek, ahol nem csak ennek, hanem ennek a kereskedelmi övezetnek a kereskedői is voltak, és így tehát a kereskedelem egy jelentős része úgy zajlott, hogy ennek a kereskedelmi övezetnek a kereskedői eladták az árukat, vagy vásároltak árukat ennek a övezetnek a kereskedőitől ebben az átfedési területben, és így tovább. Tehát igaz ugyan, hogy ennek a mondjuk az övezetnek a kereskedői nem hagyták el ezt a régiót, a legnagyobb részt, de ettől még az áruk mozogtak és mozoghattak, és tulajdonképpen egy egybefüggő kereskedelmi rendszer működött már 300 évvel a kapitalizmus kialakulása előtt. Ez egy rendkívül gyakorta használt ábra, ez ugyanennek a kereskedelmi övezet történetnek a
hálózatelméleti reprodukciója, amit ezt csak azért mutatom, hogy számunkra különösen érdekes, hát ilyen anekdotikus jellegű információt megosszak, nevezetesen bármely hálózatban a kereskedelemről van szó, előnyös helyzetek és hátrányos helyzetek vegyülnek egymással. Ebben az itt felvázolt 9 elemből álló hálózatban, amilyen az adott összeg, a kapcsolódás adott jellegéből kiindulóan, van egy olyan övezet, amely jóval előnyösebb helyzetben van, mint az összes többi, ez pedig nem más, mint a római kettes övezet, mégpedig azért, mert ennek 1, 2, 3, 4, nem kevesebb, mint 5 másik övezettel van kapcsolata. Hasonlítsuk ezt össze, mondjuk a római egyessel, amelynek ugye csak egyetlen kapcsolata van. Tehát ha ennek az övezetnek a kereskedői kereskedni óhajtanának a világ többi részével, akkor mindenképpen a kettesen keresztül kell menniük, és így tovább. Most ez csak azért érdekes, mert ezt azért úgy halkan jelezném, hogy az az övezet az az, amely bennünket is magában foglal. Tehát ez a földközi tenger keleti medencéje, aminek az északi csücskénél valahol itt vagyunk mi. Ezt csak azért mondom, hogy a saját magunk, hát hogy mondjam, istenverte hátrányos helyzetére vonatkozó elképzeléseinket talán kicsit tompítanunk kéne. Ennél érdekesebb az, hogy az említett hátrányos helyzetű római egyes régió az nem más, mint Nyugat-Európa. Ez 13. század. És a vége ennek a rövid hát ilyen kapcsolatrendszer áttekintésnek, ez egy nem túl régi rekonstrukciója a világ repülő légi közlekedésén. Miért mondtam ezt mindezt? Hát először is, ugye most azt tanultuk meg, hogy egy, az emberiségnek monogenezise volt, vagyis egy helyről származunk. Nem ez volt a domináns irányzat hosszú ideig, és csak az utóbbi, mondjuk így másfél-két generáció során alakult úgy, hogy az ezzel foglalkozó tudósok ezt az álláspontot vallják. Egyébként a mai napig is vannak szép számban olyanok, akik ezt tagadják. Miért tagadják? Azért, mert hogyha az lenne a tanulság, hogy az emberiség sok helyütt alakult ki, tehát egymástól függetlenül, akkor egy rassz megkülönböztetésen alapuló világszemléletnek az inkább a hátterét adhatná. Tehát kifejezetten politikai háttere van. De mondom, a tudomány jelenlegi állása szerint körülbelül ez a hipotézis látszik legvalószínűbbnek. Az kétségtelen, hogy van bizonyos differenciálódás az emberi fajon belül, ez azonban később történt, és anélkül, hogy megbomtotta volna az emberiség genetikai egységét, erről majd egy picit még mondok később. Továbbá jellemezte a történetet a szüntelen térbeli mozgás, és az intenzív kapcsolatrendszer, beleértve a nagyon nagy távolságokat átfogó kapcsolatrendszer is. Na most visszatérnék egy pillanatra erre a bizonyos genetikai egység kérdésre. Az emberiség faj, angolul species, ami azt jelenti, hogy élőlények egy olyan csoportja, amelynek bármely két egészséges és megfelelő biológiai nembe tartozó felnőtt tagja képes, egészséges és a maga részéről szintén szaporodni képes utódot nemzeni. Ebből következően a rassz fogalma, ami egy fajon belüli alrendszereket tételez, fikció. Ugyanakkor a rassz szemlélet, tehát az a tény, hogy az emberek igen jelentős része rasszban gondolkodik, tehát az emberek közötti, hát hogy a megjelenésben megfigyelhető különbségeket, tehát azokat a különbségeket, amelyeknek a bizonyos viszonylag korlátozott mértékű differenciálódásnak az eredményei, azokat realitásként tekinti. Ennél fogva a rassz szemlélet realitás, tehát mint szociológusoknak az a dolgunk, hogy beszéljünk erről is, hiszen az emberek igen jelentős része így látja a világot, eszerint viselkedik, eszerint gondolkodik. Vagyis más szóval a rassz szemlélet társadalmi tény. Most ez egy rendkívül gyakorta használt illusztráció. Általában, amikor tanítom, amikor diákoknak megmutatom, és meg szoktam állni, kérdezem, hogy felismerik-e valamelyiket a kettő közül. Hát a kisebbik hajó ez,
ez valószínűleg, ezt már láttuk elég sokszor, ez nem más, mint a de Santa Maria, tehát ez a Kolumbusz 15. század végén a spanyol udvar által felállított három, ha jobból állok, flottájának vezérhajója, meg a 87 fős legény, tehát a három hajón együtt 87 fős legénység volt. A két hajó, amelyet itt látunk, soha nem állt egymás mellett, mert nem egy időszakban, nem is állhatott, hiszen nem egy időszakban éltek, léteztek, ugyanis a másik, amelyiket látunk mögött, ez egy kínai hajó, amely 3-4, attól függ, hogy számítjuk, generációval korábban létezett, nevezetesen egy Zheng He nevű admirális flottájának vezérhajója, és ez mérethelyes, ez az összehasonlítás, tehát körülbelül így néztek ki egymás mellett, volna ki egymás mellett, hogyha egymás mellé kerültek volna. Zheng He flottája 200-300 hajóból állt és 28 ezer fős legénységgel utazott, tett meg 5-6 nagy utat a kínaiak által akkor ismert világban, beleértve Afrikáig is eljutott. Mindezt csak azért említettem, hogy jelezzem, mondjuk így a nyugati technológiai fensőbbrendűség kérdése, az szóba nem kerül egészen késői korokig. Tehát a nyugat technológiai előnye, ez lényegében nincs, tehát nem volt egész a 19. századig tulajdonképpen, vagy 19. század második feléig, ha nagyon nagy lelkűek vagyunk. Ennek jelentősége lesz majd a rassz fogalom vonatkozásában, azért mondom mindezt. Tehát sokkal, de sokkal, hogy mondjam, jobb hajósok, és technológiailag sokkal profibbak voltak a kínai szakemberek, mint az európaiak. Most még a mozgás, ugye az állandó, főleg kereskedelmi célokból történő térbeli mozgás illusztrálására, ugye Afrikáról nem sok szó esett, hát pedig a Szaharán keresztül igen jelentős kereskedelmi tevékenység folyt, nevezetesen jobbára, az Európa számára egyik legjelentősebb árucikket, nevezetesen az aranyt szállították, ugyanis Európa megtette az aranyt, az aranyat a kereskedelmi alap pénznemének, választotta, azonban igen kevés volt belőle, tehát az Európában fogalmazott arany jelentős része az ebből ezen a területen termelt aranyból származott, és különböző sivatagi úton alakon jutott el a földközi tengerig, ahonnan hajókkal Európába. Miért mondom ezt? Hát azért, mert ez itt a történetnek az az érdekessége, hogy a reneszánsz idején Európának azon részein, amelyek közvetlen kapcsolatban álltak Afrikával, tehát például az olasz városállamokban, viszonylag jelentős számban voltak jelen afrikaiak. Ezt például onnan tudjuk, hogy a reneszánsz festményeken nagy számban megjelennek afrikai arcok. És az érdekessége ezeknek az ábrázolatoknak sokkal több van, mint amit itt most meg tudok mutatni, csak jelzésszerűen mondom, az az érdekességük, hogy nem alávetett, nyomorult, gyűlölt, megvetett, háttérbe szorított formában jelennek meg. Tulajdonképpen elég nehéz lenne ezekről az ábrázolásokról bármi negatívat elmondani az ott ábrázolt afrikaiak vonatkozásában. Olyannyira így van ez, hogy volt Firenzében például, volt egy Alessandro de Medici nevű uralkodó, akinek az volt a beceneve, hogy Il Moro, ugyanis az édesanyja az egy valamelyik udvarban szolgáltat teljesítő afrikai nő volt, vagy részben afrikai származású nő volt. Ez semmiféle problémát nem okozott, tehát hogy mondjam, még csak gyakrabban nem is pislogtak erre. Ez nem volt kérdés, ez nem ez volt a téma. Hogy válik ezek után témává? Hogy kezd bekerülni az afrikai, mondjuk az európai-afrikai kontraszt a történelembe? Hát az egyik legelső eleme ennek az, amit úgy hívnak, hogy háromszög kereskedelem.
A háromszög kereskedelem az abból a 16-19. Század története, abból állt, hogy európai kereskedők Európából Nyugat-Afrikába vittek, mint itt látható az angol szövegből, mindenféle Európában gyártott árucikkeket, ilyen egyszerű árucikkeket, illetve lovakat, ezeket ott jó pénzért eladták, majd vásároltak, vagy pedig maguk is elfogtak embereket. Ez a human cargo, emberi szállítmány, akiket rabul ejtettek, elmondhatatlan körülmények között besuvasztották ugyanazokba a hajókba, és áthajózták az Atlanti-óceánt, ez az úgynevezett Middle Passage, ahol majd átérve az óceánon áruba bocsátották őket jó profittal, azért, mert a már akkor kialakulóban levő nyugat-európaiak által dominált gyarmati mezőgazdasági termelési mód, az ültetvényes termelési mód rendkívül munkaintenzív volt, és olyan intenzív, annyira brutális volt, hogy se fehér ember nem volt hajlandó, aki elvállalja, se pedig a bennszülött lakosságot nem tudták rá kényszeríteni, se szép szóval, se kényszerrel. Úgyhogy nagyon nagy számban úgymond importáltak afrikai munkaerőt magukat, tehát árucikk formájában, tehát áru viszonyba, hogy mondjam, kényszerítették embertársaik igen jelentős részét, hogy mennyit, azt mindjárt látni fogjuk. És ezzel a profittal, tehát először volt egy profit itt, akkor utána volt itt egy profit itt, és akkor ebből a profitból vásároltak gyarmatárukat, főleg cukort, gyapot és ilyeneket, és ezeket jelentős profittal visszaszállították Európába és eladták. Tehát a nyilvánvaló, hogy abban a tényben, hogy a rabszolgatartás kapitalizmusba integrált formája kialakult, abban játszott bizonyos szerepet az, hogy az európaiak hogy gondolkodtak afrikai szomszédaikról. Egyébként csak a rabszolgakereskedelemről, ez a kis táblázat egy korábbi projektemnek része volt, hogy gondoltam idehozom, az elég nyilvánvaló, hogy a legintenzívebb ez a kereskedelmi tevékenység, ez a 1701-1825 közötti időszakban volt, vagyis a 18. század és a 19. század elején, mikor is Afrika népességének több mint 10%-át elrabolták, az amerikai kontinens lakosságának majdnem egy negyede rabszolga volt. Ez azért érdekes a számomra, hogy visszacsatolnék a múltkori beszélgetésünkhöz, meg egyébként nyilvánvalóan tematizálja a szociológia kérdését, és közeledünk ehhez a kérdéshez. Ugyanis ez a 18. század, ez maga a felvilágosodás. 1825, itt ez a végpontja ennek az időszaknak, ez az a pont, ahol Comte feltalálja azt a szót, hogy szociológia. Tehát amikor egyfelől az európai gondolkodók deklarálják a droit de l'homme, az emberi jogokat, ugyanakkor ugyanezek az európaiak, hát nem ugyanazok a gondolkodók, de nyilván az ő államaik, meg kereskedőik áruba bocsátják embertársaikat az emberi jogok tökéletes figyelmen kívülhagyásával értelemszerűen. Most ez is csak az utolsó könyvprojektemnek egy része volt, csak az illusztrációként, körülbelül így nézett ki a gyarmati rendszer kialakulása. 1500-ban két gyarmat tartó hatalom volt, Portugália és Spanyolország, mindegyiknek három kis gyarmata volt, egy 100 év múlva már ennyi, újabb 100 év, stb. Csak egyszerűen a nagyságrendek érzékeltetése véget mondom. Tehát ez mind-mind olyan hatalmi rendszert jelentett, tehát mondjuk vegyük ezt az időszakot, 1820, ugye van 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab európai gyarmattartó ország, amelynek ennyi gyarmata van. Ez alakult ki mondjuk 200 év alatt, 220 év alatt a számukra. Na most tetejébe ennek, a 19. század közepét követően egy kicsivel megjelenik Charles Darwin, akinek a Fajok eredete című könyve óriási hatást gyakorolt Európában, de nem is azért, amit mondott, hanem azért, mert ezt rendkívül vulgáris módon újraértelmezték. Ezt már a múlt héten emlegettem, úgyhogy
nem részletezném, de az kétségtelen, hogy ez az a pont, a darwini eszmék szociáldarwinista eltorzítása volt az, ami úgymond utat nyitott a nyugat-európai szisztematikus rasszizmus előtt. És ehhez kapcsolódik még az, hogy 1884-85-ben az európai nagyhatalmak leültek azzal a nem titkolt explicit céllal, hogy felosszák Afrikát, azokat a részeit a kontinensnek, amelyek nem voltak még gyarmatosítsák. Ennek hatására a századfordulóra, 19. 20. századfordulója az Európán kívüli világ gyarmatosítása gyakorlatilag teljessé vált. Az nem azt jelenti, hogy az egész világ gyarmatosítva volt, mert voltak olyan területek, amelyeket nem tudtak gyarmatosítani, Kína, Thaiföld, Irán, Oroszország, bár felfoghatjuk úgy, hogy Oroszország maga is gyarmati rendszer volt, csak egy államon belül. De ami gyarmatosítható volt, azt már lerabolták. Most az érdekes az, hogy pontosan ebben az időszakban, tehát nagyjából a 19. század második felében kezd a nyugat-európai szubjektum úgy beszélni a világ többi részének, lakosairól, társadalmairól, hogy abban tételes, úgymond idézőjel tudományos, azaz vagy biológiai, vagy kulturális, vagy mindkettő, rasszizmus logikáját követi. És a szerencsétlenségünk az az, hogy véletlenül ez éppen ez a modern nyugati szociológia klasszikus korszaka, születésének időszaka. Tehát mindannyian, akiket tanulunk, vagy tanultatok, vagy tanulni fogtok, Weber, Durkheim, Simmel, mindegyik európai, ebben az időszakban ennek a hatása alatt, kulturális hatása alatt szocializálódik. És akkor most fordulnék rá a reprezentációs politika kérdésére. Az európai gyarmatosító országok nekiálltak annak, hogy elkezdjék a világ előtt, kezdjenek elbüszkélkedni azzal, hogy milyen profin lerabolták a világot. Körülbelül ilyen terminusokban beszéltek, ez, amit itt láttok, ez a londoni világkiállítás 1851-ből, ez a francia 1889-ből, Eiffel torony például erre épült, stb. És ez mondjuk csak a neve miatt, itt már aztán nem is rejtegetni, 1922-ben Marseille-ben rendeztek egyetlen, rögtön azt a nevét kapta, hogy gyarmati kiállítás, most mi bacakoljanak, világ, ilyenek, univerzel, ilyesmi, nem, de gyarmati. Most eközben beindult óriási mértékben az úgynevezett populáris sajtó. És ennek rendkívüli mértékben igénye volt leegyszerűsített képekre, képzetekre, mind vizuális értelemben, tehát rajzokra tulajdonképpen, még a fotográfia a nagyon kezdeti időszakáról beszélünk, nem igazán működött, illetve a beszédmód leegyszerűsítésére, és ezt a vonatkozó szakemberek ki is használták vastagon. Ez például egy kimondottan, hogy nem, rasszista propaganda karikatúra, az, hogy kinek a szembeállításáról van itt szó, ez egy brit sajtótermékből van, ez talán nem triviálisan egyértelmű, de talán a következő képekből nyilvánvaló lesz, van itt egy ilyen, és íme. A brit oroszlán és az ír majom, újabb ír, ellenes, értsük jól, Írországot Európa részének tartjuk. És akkor ilyen, 1881-ben ilyen jellegű kis karikatúrák jelennek meg, abszolút az írek ember mi voltát kérdőjelezi meg a szöveg. Ugyanennek meg volt az antiszemita verziója az USA-ban, Transatlantic Hebrew Line, meg volt a kínai ellenes verziója az USA-ból, és akkor megjelenik a tudományos rasszizmus, ez egy 1850-es verzió. Na, itt az idő, hogy többé-kevésbé megpróbáljam definiálni, hogy mit értek rasszon. A rassz a gyarmatbizalomnak által létrehozott modern, koloniális, társadalmi viszonyok kulcs kategóriája, a társadalmi viszonyok legfőbb szabályozója. Ez a szimbolikus erőszak
alábbi formáit kombinálja. Az egységes, egybefüggő emberi fajt kívülről diszjunk, belülről homogén, eszencializált, ugyanakkor meghatározhatatlan, ezért mitizált rasszokra, populációkra és vagy kultúrákra, civilizációkra bontja, tehát magyarul tagadja az emberiség egységét. Azt állítja, hogy ezeket a belülről homogén rasszokat, populációkat, kultúrákat vagy civilizációkat egyértelmű aláfölé rendeltségi rendbe lehet állítani, tehát az értéke, értékű, viszonylagos értékük szerint, ennek az egyik legnyilvánvalóbb formája, ahol még jogilag is kodifikálták, ez az apartheid volt, de egyéb is, tehát a francia közegben csak úgy, mint a britben megfigyelhető. Tovább menve úgy véli, társadalmi, politikai, akár morális kritériumoktól függetlenül, az egyes úgynevezett rasszok, úgymond rasszok relatív helye konstans. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy lehetséges hierarchiát felállítani, de hogy ez a konstans, ez a hierarchia. Teljesen függetlenül attól, hogy milyen úgymond kritériumok mentén vizsgálódunk, mindig ugyanez lesz az aláfölé rendelési rendszer. Ennek a legfőbb eleme ennek a hierarchiának az, hogy a fehérség, vagy az európaiság kategóriája mindig a csúcson van. A rangsor egésze pedig követi a bőr tonalitás alapján megállapított kódot. Na most mivel a fehér, vagyis európai kategória van mindig a csúcson, ezért a fehérség, és aztán a legnehezebb dolog, amit egy kelet-közép-európai közegben legnehezebb megértetni, a fehérség helye abszolút kitüntetett a rendszerben. Mert ez az a kategória, aminek a fixálása az egész rendszer hierarchikus rendszer létrehozatalának a célja. Az egész rendszer létrehozatalának az a motivuma, hogy rögzítsük azt, hogy a fehér van a csúcson. Ezt például egyébként a gyakorlatban az amerikai közegben a one drop rule, tehát az egy csepp vér szabály is és jól illusztrálja. Ez azt jelenti, hogy az amerikai közegben, nem csak az USA-ban, hanem az egész amerikai kontinensen az iratlan szabály az volt, hogyha valakinek a mondjuk így a családfájában, a családtörténetében egy csepp nem fehér, úgymond vér, bekerül, tehát bármikor, akár tizenvalahány generációval korábban volt valaki, aki nem fehér, aki nem fehérnek tekinthető kategóriába tartozott, mondjuk, az nem fehér. Tehát magyarul a fehérség az hát hogy mondjam, liliomszerűen érinthetetlen, kiemelt kategóriaként van elképzelve, és az egész rendszer lényege e kategória védelme ebben az értelemben. Mármint az attól való védelme, hogy lehetővé váljék a keveredés. Most ezt most mondom, hogy az egyik legérdekesebb téma ezzel kapcsolatban, egyébként pont a gyarmati viszonyok vonatkozásában, hogy ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lett volna vonzalom vagy kapcsolatrendszer a különböző kategóriákba tartozó emberek között, sőt, éppen ellenkezőleg, és erről például Franz Fanon igen csodálatos módon értekezett a Black Skin White Mask, tehát Fekete Bőr, Fehér Maszk című zseniális eszéjében. Csak egy kis illusztráció, például a mai Mexikó elődében, Új-Spanyolországban 16 keveredési kategória volt számon tartva, de hozzáteszem, hogy például Haitin 256 volt. 256 kategóriát jegyeztek föl a francia gyarmat Haitin. Ilyen idevágó, rendkívül érdekes, aha, ez az én 10 perces figyelmeztetésem. Okay. Tehát a mindannyiunk által ismert és szeretett Rudyard Kipling, a dzsungelkönyvének szerzője, ebben a vonatkozásrendszerben nem a dzsungelkönyvéről híres igazán, hanem erről a bizonyos verséről, egy hosszabb vers, mint az első versszakát idézem itt, a fehér ember terhe, a White Man's Burden. Vegyétek magatokra a fehér ember terhét, küldjétek el fajtátok legjobbjait, adjátok száműzetésre fiaitokat,
hogy szolgálhassák rabjaitok szükségleteit, hogy nehéz hánba fogva vigyázhassanak az izgága és vad népségre, újonnan befogott morc és konok népeitekre, ezekre a félig ördögökre, félig gyermekekre. Ezt írta a mindannyiunk által olvasott és szeretett Jugger könyvének szerzője 1899-ben, azzal a céllal egyébként, hogy bevonja, berángassa az Amerikai Egyesült Államok nem különösebben háború iránt elkötelezett lakosságát a Fülöp-szigeteki függetlenségi háborúba. Ugye ez egy spanyol gyarmat volt a Fülöp-szigetek, és lázadás volt ellenük. Nagyon el is vesztették ezt a háborút a spanyolok, és az amerikaiak jöttek be. Egyébként sikerült is. Mindegy, a lényeg az, hogy ez a vers ezzel a karikatúrával jelent meg, a The Journal című napilapban, Detroitban, White Man's Burden, talán nem is magyaráznám túl tovább. Na, akkor most tudnék ráfordulni arra a kérdésre, hogy miért maradt ki a rassz a klasszikus szociológiából. Ugye a következő válaszokat adta mindenre a klasszikus szociológia. Először is mély hallgatás, tehát ugye ez a kimaradt. Hát egyszerűbb nem beszélni róla. A probléma csak az, hogy tehát miért volt egyszerűbb nem beszélni róla? Hát szerintem azért, mert hogyha igazán számításba vette volna, bármelyikük számításba vette volna a rassz problémát, rassz distinkciókat, akkor az alkalmas lett volna arra, hogy igen alaposan átrajzolja az eszerzők által addigra már kidolgozott viszonylag áramvonalas modernitás képet. A probléma ezzel csak az, ugye, mint azt Einstein és még rajta kívül sokan mások is említették, hogy a hallgatás az a bűnelkövetéssel való együttműködés is. Lásd Babits. Most ennél gyakoribb módszer, sajnálattal kell, hogy elmondjam, hogy nem beszélnek a rasszról egyáltalán direktben, azonban indirekt módon behívják. Ez szerintem a múlt heti anyagunknak is egy jelentős része. Ide vág, tehát ez a Spencer-féle világszemlélet és a másság jelentős részének beforgatása a múltba. Hát ugye ezt nehéz észre nem venni, hogy ezek, akiket itt első soron beforgattunk, ugye ezek rassz tekintetben is megkülönböztetést szenvedő emberek voltak. Ide tettem egy másik fotót is, ez maga Marx Károly, akiről egyébként ez egy utolsó fénykép, ami készült, ez Alzsírban van, ha jól tudom, Angliában, ahol halál előtt röviddel járt. Ezt azért teszem, de Marx rendkívül többértékű módon nyilatkozott a rassz kérdésről, és a gyarmatosítás problémájáról általában elítélte, például a kommunista kiáltványban ilyen lángoló szavakkal, de ugyanakkor például újságírói tevékenységében, amikor a mai New York Times elődének írt rendszeresen tudósításokat Indiáról, akkor azért ott azt rendesen elmondta, hogy szerinte a India számára előny volt a brit gyarmatosítás, mert kihozta őket a kapitalizmus előtti korból, és előre hozta, rángatta az elmaradott Indiát a kapitalizmusban, amiről elég nehéz nem látni, hogy ez a kulturális rasszizmus egyik megnyilvánulási formája volt. Mindegy, és akkor elértünk Max Weberhez. Hát ez egy ilyen kemény dió, úgyhogy most gyorsan meg is mutatnám. Max Weber ugye a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című több szempontból zseniális, egyébként szerintem hibás, de mindegy, de rendkívül komplex mű szerzője, amikor pár hónappal halála előtt felkérték arra, hogy egy gyűjteményes vallásszociológiai nagy kötetben, ami az ő munkásságát tartalmazta volna, itt kötethez írjon egy bevezetőt, akkor ezt sikerült, ez az utolsó bekezdése a bevezetőjének. Itt az angol, itt a német nyelv eredeti. Végezetül a kérdés antropológiai oldalát is meg kell vizsgálnunk, mondja Weber. Ha újra meg újra azt találjuk, hogy a nyugaton és csak is a nyugaton léteznek azok a meghatározott típusai a racionalizációnak, továbbá az élet olyan, ezt most ki is hagyom ezt a zárójelet, nos, akkor természetesen egy bizonyos feltevés tűnik valószínűnek, az öröklés döntő szerepet játszik. Hát ezen a ponton, amikor én ezt először olvastam, akkor végigfutott rajtam a hideg, és elkezdtem úgy hát a nem létező Istenemhez imádkozni, hogy remélem, hogy csak anyagi értelemben öröklésről beszél itt a szerző. Hát, ezt tisztázza rögtön.
a szerző beismeri, hajlik arra, hogy személy szerint és szubjektíve magasra tartsa a biológiai öröklődés jelentőségét. Tehát eléggé egyértelmű, hogy ez biológiai determinizmus, mely szerint az állítólagos rassz hovatartozás morális, társadalmi, politikai, gazdasági, történelmi változók meghatározója. Hát ez tankönyvi példája a rasszizmusnak. Kétségtelen, hogy egyfajta ilyen nyüglődéssel, szégyenérzettel, rájellemző, enyhe többértelműséggel mondja ezt Weber, de nehezen értelmezhető másként, mint úgy, hogy a rassz örökletes rassz jegyek azok társadalmi kultúra és erkölcs és a többi tények meghatározói volnának. Most ez azért érdekes egyébként, mert halála előtt pár hónappal, élete végén ellentmond saját műve, a protestáns etika jóval, egyébként ennél azért jóval komplexebb mondani valójának. És akkor mindezt követően, illetve hát ezzel egy időben, már a protestáns etikával például abszolút egy időben, van W.E.B. Du Bois, aki hát úgy is mondhatjuk, hogy a klasszikus szociológiába egymaga hozta be a rassz kritika fogalmát. Ez egy holland, francia és afrikai szülők családból származó Massachusettsben született amerikai szociológus, aki mondható, hogy az amerikai szociológia egyetlen klasszikusa, tehát a 19.-20. század fordulójának egyetlen nagy alakja. De hát ő is olyan, hogy igaz ugyan, hogy már 1902-3 körül már igen, szerintem teljes fegyverzetben áll, vértezetben áll előttünk csodálatos elméletíróként, de még amikor én elkezdtem dolgozni a amerikai jelenlegi munkahelyemen, akkor a klasszikus elméletórát tanító kurzusról szóló kurzusnak nem volt olyan szilabusza, amelyben akár meg is említették volna a nevét. Tehát ott még azért nem tartottak. És az utóbbi 10 évben kezdi felfedezni az amerikai szakma. No, mivel be kell fejeznem, ezért csak egy apró kis empirikus illusztrációval zárnám, amely bennünket illet. Ez egy olyan fotó, amit a 90-es évek közepén Párizsban készítettem a Musée de l'Homme, tehát az emberi múzeumban, ilyen történeti antropológiai múzeum Párizsban, és az a címe ennek a tablónak, hogy a bőrszín természetes szelekciója. Amiről ez szól, az az, hogy 8 disjunkt kategóriában, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rendezi a világot, és lefedi vele a világ szárazföldjének térképét. Hát ez már eleve szerintem felháborító ostobaság, de nagyon érdekes, hogy mi számunkra érdekes, sok mindent lehetne erről mondani, a számunkra igazán érdekes az ez a részlet, kinagyítottam ezt a részét. Mivel ugye az derül ki, hogy ezeknek a francia történeti, mondjuk így fizikai antropológusoknak a szemében, a mi régiónk például az egyel már kevésbé fehérbe tartozik. Én részemről egyébként ez teljesen rendben van, kicsit csalódtam, mert talán azt vártam, hogy talán még sötétebbre fognak bennünket satírozni. Na, hát ez nagyjából metaforikusan szólva, ez a nyugat-európaiakban élő és nyugat-európai szakmában élő kép, ami bennünket érint, és hát ez az, amire a magyar értelmiség igen jelentős része, és egyébként nem csak a magyar, természetesen a régiónbeli értelmiség jelentős része morális pánikkal reagál, és próbálja görcsösen bizonygatni, hogy mennyire nem igaz. És ennek az egyik legeklatánsabb példája az talán mondjuk ez. Akkor itt abba is hagynám. És nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen Böröcz Józsefnek ezt az érdekfeszítő előadást. Bennem is számos kérdés kavarog, már csak azért is, mert a következő
előadást én fogom tartani, és egy sajátos kultúra nézőpontjából fogok ezekről a kérdésekről beszélni, de nem szeretnék előre rohanni ennyire, hanem szeretném megkérdezni most a panelistákat, és talán Ágoston már fel is tette a kezét, hogy volnának reflexió, és egyúttal szeretném bátorítani a kedves hallgatókat, nézőket, résztvevőket, hogy bátran tegyék fel a kérdéseiket, megjegyzéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatban. Ágoston? Jól köszönöm hallom? Szépen. Köszönöm szépen, hogyha hallatok. Nekem két hevenyészet észrevételem, megjegyzésem lenne, illetve egy tisztázó kérdésem Józsefhez. Ez nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy a feketeség vagy a sötétbőrűség az valami fajta negatív identitás a nyugati kultúrában. Tehát, hogyha te egyforma távol vagy egy fekete színű őslakostól és egy fehér színű, nem tudom, ex-gyarmatosító leszármazottjától, mondjuk tegyük fel középúton, akkor te már bőven a fekete, nem fehér kategóriába esel. Nekem azt tűnt fel a különböző pop dalokban, klippekben, hogyha van egy ilyen latinó, vagy félvér, vagy bármilyen nem fehér énekes vagy előadó, akkor a háttértáncosok majdnem mindig feketék, vagy latinók. Tehát, hogy nem számít az, hogy milyen távol vagy a fehérség és a feketeség pólusán, egyszerűen az egész el van tolódva a sötét bőrűség felé, nem biológiailag, hanem politikailag és társadalmilag. A másik nagyon eklatáns példája annak, amit mondasz, hogy, és itt már a teljesítménynek a kérdésére kötnék át, hogy ugye a fehér európai ember teljesítménye versus a nem fehér, nem európai embernek a teljesítménye, én a serpákra gondolok, ugye nagyon sok serpa van, aki 30-40 kiló csomaggal és oxigénpalack nélkül mássza meg azt a hegyet, a Monteverestet egy évben akár többször is, amit egy-egy teljes profi felszerelésbe öltözött európai, amerikai, nem tudom milyen túrázó, és sokkal ritkábban kerül be a hírekbe. Az most az interneten kikerestem, hogy a rekorder serpa 27-szer sétált, vagy mászott fel a Monteverestre, nem tudom, hogy európai vagy amerikai hegymászok közül ezt hányan tudják ezt a teljesítményt felmutatni. A tisztázó kérdés pedig az, hogy akkor te a rasszizmust, azt a gyarmatosítást igazoló ideológiaként értelmezed? Oké, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm mind a három kérdést. Rögtön az utolsóval kezdem. Nem volt módom, hogy elmondjam. Tehát én az kétségtelen, hogy mint mindenféle ötlet, az emberiség össze-vissza beszél mindenféle dolgokról, mindenféle, hogy mondjam, terminusokban. De ez ebben a formában nem szükségszerűen rasszizmus. Van ennek az egész, hogy mondjam, beszéd, ma a különbség, hasonlóság dolognak, van egy ilyen, hogy mondjam, ilyen vacsora utáni, ilyen unikumozgatós, vagy nem tudom én, borozgatós verziója is, ami természetesen nem ártatlan, de hát a hatása az azért egészen sokkal kisebb, mint a mondjuk így a szisztematikusnak nevezhető rasszizmusé. Na most a szisztematikus tudományos rasszizmus, tehát az a fajtája a beszédmódnak, ami tudományos, úgymond igazolást próbál, hogy mondjam, vár el a tudománytól, és prezentál a nyilvános beszédben, ez ebben a formában elég egyértelműen az általam is most szakirodalom, hogy ez körülbelül a 19. század közepén alakult ki, és pontosan akkor, amikor teljessé vált a világ Európán kívüli részének európaiak általi kolonizációja, tehát gyarmatosítása. Miért? Nagyon egyszerű, van ennek egy nem túl bonyolult ilyen lélektani része. Nevezetesen azért azt nem mondhatjuk, hogy minden európai az egy morális gazember lenne. Nem az. A legtöbben nem azok. Azt sem mondhatjuk, hogy a gyarmatosítás végrehajtói azok volnának. Ők sem azok. Ezzel együtt, amikor szembe találják magukat azzal a helyzettel, mondjuk, hogy olyanok a társadalmi viszonyok, mondjuk, mit tudom én, Indiában, mint az a fotó volt, amit mutattam, hogy hát én gyarmati tisztviselőnél jó 10-15-20 évvel idősebb nőtől kell elvárni, hogy a fotellel együtt elcipelje a pasast, akkor ez egy ponton túl nem követhető már.
hogy mondjam, erkölcsileg, ha csak valami egyéb hivatkozási rendszert be nem hívunk. És akkor ehhez segítette, ezt adta meg a koloniális tudat számára az európai tudománynak egy ilyen pop verziója, amely elkezdte mondani azt, hogy a biológikum az determinálja a morális kérdéseket is. Tehát ebben az értelemben én azt állítanám, hogy abban a hogy mondjam, vad formában, hogy tudományos érveket adott esetben biológiai vagy, kulturális érveket használunk annak az igazolására, hogy embertársainkat velünk ne egyenlőtlennek, nem kevesebbnek tekintsünk, az egyértelműen a gyarmatosítás, annak az európai gyarmatosítás csúcsával, tehát a 19. század végével hozható összefüggésbe. Az igazán izgalmas a dologban az szerintem, itt igazán innentől izgalmas szerintem a szociológia számára, hogy amikor a gyarmati rendszer lényegében felbomlott, ugye lényegében a II. Világháborút követő 2-3 évtizedben megszűnt a gyarmati rendszer, még vannak gyarmatok, de ez is már más jelent. Szóval lényegében az a status quo már nincs, ami volt. Ezzel együtt a rassz szemlélet és ennek a legszélsőbb formája, a rasszizmus, ez nem szűnt meg. Sőt, még azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen de facto, a gyakorlatban a média hihetetlen intenzitáson, az intenzitás így ment fel az utóbbi néhány évtizedben, ennél fogva a képek és az üzenetek is így pörögnek ilyen gyorsasággal a világban, ezért azt is mondhatnám, hogy még általánosabb jelölőjévé vált az emberi különbségnek, a másságnak a rassz fogalma. Tehát annak ellenére, vagy talán lehet, hogy épp azért, mert már politikai, geopolitikai, gazdasági rendszer, ami a gyarmatosítás volt, ami részt lehozta, már nincs. Na most a két kérdés, hát a serpák az egyértelmű, tehát teljesen nyilvánvaló, hát az a legdurvább, hogy mondjam, megtagadása a teljesítménynek, hogy így mondjam, és a másságtól. És ami pedig a fekete, van egy művész, aki egyenlő távolságban van mondjuk a két végpont között, hát mindannyian a két végpont között vagyunk, de most értem, hogy mire gondolsz. Hát ugye az ebben az érdekes, hogy van egy rendkívül érdekes, és ma már globálisan is működő, hát hogy mondjam, ellen narratíva is. Hiszen azt azért nehéz lenne mondani, hogy mondjuk a világ nem fehér népessége, mondjuk a 95% az emberiségnek, az ne volna mondjuk például kulturális termelés szempontjából, és egyéb, hogy mondjam, hát nagy eredmények tekintetében ne volna. Szuper! És az a következmény például az amerikai közegben, hogy van egy olyan ellenretorika is, melynek során emberek azt mondják, hogy én ezért vagyok. És így magyarul mondom, háromszoros idővel befeka. Jó, akkor feka. És akkor azt nyomja. És de ez egyébként nálunk is megvan analógiásan, és mindenhol a világban megvan. Szerintem az, amit tehát ez a visszafordítás, ez az, ami szerintem nagyon érdekes, és ebbe úszunk, ebben a ki hol van, ki mivel vádol, ki hogy néz le, ebben a világban én teljesen érthetőnek tartom ezt a visszafordítás dolgot. Egyébként az nagyon érdekes, ezt csak így mondanám, hogy egy kenyai vendéghallgató és egy ír bevándorló család másik generációs sarja járnak a gyermeke, az a kettővel ezelőtti amerikai elnök, aki ugye pontosan ebben az értelemben ugye pont félig afrikai és félig ír, mindenhol azt írta be, hogy race, ugye ez jellemző módon ez fel van téve, ez az egyik hivatalos kategóri az USA-ban, African American. Ami azért vicces, mert hát ha valami, akkor hát American, mert ott született, de hogy nem African American, az biztos. Az biztos. Nem, tehát African, és ugye elegánsan ki is hagyta az ír elemet. Tehát nyilvánvaló ez is a visszafordított
tehát a visszafordított retorika része. Ha ezt nem veszük figyelembe, akkor a valóság igen jelentős részét nem fogjuk érteni. Köszönöm szépen a kérdést és a reflexiót. Miklós, láttam, hogy nagyon szeretné, több alkalom is volt, amikor úgy olvastam a metakommunikációt, hogy erre te is szeretnél reagálni, úgyhogy parancsolj. Köszönöm szépen. Hát számos ellenvetésem van azzal kapcsolatban, amit elmondtál, József. Szerintem a legfontosabb dolgot nem említetted, ami a kérdésre adandó válasz lényege, nevezetesen, hogy azért nem foglalkozott a szociológia a rassz kérdésével, mert már volt egy modern tudomány, amelyik ezt megtette, nevezetesen a kulturális vagy szociális antropológia. A szociológia tárgya az a kortárs nyugati társadalmak viszonylataira vonatkozott. Tehát ezt nem hallgathatjuk el, ha egy ilyen kérdést teszünk föl. Másrészt én nem érzem fairnek a Max Weber interpretációdat. Ez nagyjából olyan, ami a magyar irodalom történet írásban, vagy a magyar irodalomban is megjelent, hogy a már Alzheimer kóros Mészöly Miklós informális vallomását használták föl más írók ellen, vagy mondjuk Kertész Imrének öregkori hülye megjegyzéseivel próbálták érvényteleníteni a sorstalanság zsenialitását. Vagy mondhatjuk ezt egy fordított időbeli megosztásban, mint hogy a Bartók Bélát a Kossuth szimfónia, tehát az első mű esetlegességeivel és kompozíciós hibáival akarnánk eltüntetni. Tehát úgy érzem, hogy nem vetted figyelembe azt, hogy a nyugati önreprezentáció és más reprezentáció sokkal differenciáltabb. Tehát ha csak a szociológia és a társadalomtudományokra gondolunk, akkor nem sokkal Max Weberék után, gondoljunk például Lévi-Strauss-ra, aki elmegy a vadak közé a nyambikvarákhoz és a bororókhoz az amazonasi őserdőkbe, és a szomorú trópusokban egy olyan relativista álláspontot fogalmaz meg, ugye, ami a Goncourt-díjat is elnyeri a francia irodalmi akadémiától a 20. század közepén, amelyben abszolút dekonstruálja és megkérdőjelezi a fehér ember felsőbbrendűségével és az úgynevezett vadakkal kapcsolatos diskurzusokkal kapcsolatos állításokat. Miképpen utalhatunk arra is, hogy a 19. századi Angliában mozgalom indul már a gyarmatokon elkövetett kegyetlenségek ellen, és hogy rengeteg olyan megnyilvánulást is idézhetnénk, amelyek szembe mennek az általad idézett nyugati felsőbbrendűséget és szociál-darwinista alapon elgondolt valóságkonstrukciókat illetően. Tehát ennyit most így elsőre, még sok minden eszembe jutott, de nem akarom túlzottan monopolizálni a szót. Tehát kicsit tendenciózusnak éreztem az általad elmondottakat, és én mindenféleképpen sokkal árnyaltabban nézném a dolgot. Hát abszolút, ha a gyarmatosítást nézzük, ennek különböző korszakait, ezt tudod a legjobban, hogy azért óriási különbség van a különböző típusú gyarmatosítások között. Tehát, hogy például, ha csak a Robinsonra gondolunk, Defoe Robinsonjára, ami ugye a 18. század elején született, ahol Robinson elhatárolja magát, mint gyarmatosító, a tulajdonképpen befogadó módon viszonyuló Robinson, aki elfogadja és szocializálja Pénteket, tehát ez a Robinson, ez elhatárolódik a spanyol gyarmatosítók kegyetlenkedésétől. És így tovább. Tehát szerintem a történet sokkal differenciáltabb annál, mint amit fölvázoltál. Köszönöm szépen.
Nincs szoros. Igen, ezt akartam egy picit így roundupolni, hogy most tulajdonképpen két nézőpont, két perspektívának a nagyon érdekes összeütközését láttuk, és nagyon izgalmas lenni szerintem Miklós és József erről rengeteget tudnának. Igen, hát most órákat el tudnánk még ezen beszélgetni. Kozni, hiszen ahhoz is közel van, amiről az első alkalmon volt szó, hogy milyen nézőpontokból, paradigmákból, módszereken keresztül látjuk a társadalmi valóságot, és hogy mindenképp szeretném, hogy azért valamilyen formában majd József erre reflektáljon, viszont szeretném megadni a szót még Gregor Anikónak, aki jelezte felém, hogy reflektálna, és miután József akkor abszolút megjegyzésekkel telítődött, esetleg akkor utána reflektálhat Miklós és Anikó megjegyzéséről. Köszönöm, Anikó! Köszönöm szépen az előadást. Első körben gyorsan Miklósnak egy visszareakció, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy itt a Robinson versus Péntek viszonylatban ott azért nagyon erőteljesen benne van egy gender aspektus is, tehát együtt a kettő azért egy elég komoly ilyen interakcióban áll egymással, hogy azt a helyzetet elemezni tudjuk. Józsefhez pedig egyrészt egy kérdésem lenne, azzal kapcsolatosan, hogy az utóbbi években azok a eléggé, volt egy ilyen hulláma ezeknek a különböző DNS teszteknek, amik nagyon menők voltak különböző területeken, országokban, Magyarországon is volt ennek egy hulláma. Azzal kapcsolatosan, ugye, hogy lehetett ilyet rendelni, és akkor valaki ezt elvégezte, akkor tulajdonképpen a genetikai DNS állományának az elemzését kapta meg, hogy honnan származik ő. És hogy szerinted ennek a tesznek a rassz fogalmával kapcsolatosan van-e bármilyen hatása, nevezetesen olyan módon, hogy dekonstrukcióját elősegíti-e, tehát hogy valamilyen ilyen jellegű hatása van-e. És a megjegyzésem pedig az, hogy mikor erre a mai alkalomra készültem, olvasgattam különböző forrásokat, akkor egyrészt szembeötlő volt, hogyha ezzel a nézőponttal közelítjük meg akár a közbeszédet, hogy milyen teljesen hétköznapi megnyilvánulásokban, nyilvános megszólalásokban jön vissza folyamatosan, vagy a fehérségnek a kényszerű bizonygatása, vagy különböző ilyen rassz alapon definiált csoportoktól való távolságtartás, akár most tényleg nem csak a politikai közbeszédet lehet mondani, de pont most volt említés alatt afrikai kuruzsló és kínai természetgyógyász. Tehát, hogy csak ilyen nagyon plasztikus kifejezésekkel mennyire a hétköznapi életünkben benne van, és hogy a tudományos beszédmódban benne van, hogy a demográfiában még mindig afrikai típusú korfáról esik szó nagyon gyakran. Különböző népcsoportok, akár mondjuk a cigányságnak a ilyen kor és nemi megoszlásával kapcsolatosan is, hogy ez a hasonlítási pont, ez a viszonyítási pont a szöveg és a szavak szintjén is ez termelődik újra. Köszönöm szépen, Anikó. Szerintem van annyi muníció, hogy nem kezdek el a kortál, vagy a két világháború közti poponáli zene nézőpontjából vett példámmal, kérdéseimmel még egy lapáttal rátenni, ezeket egyelőre magamba tartom, és Józsefnek szeretném megadni a szót, és közben szeretném kérni a kedves résztvevőket, hogyha kérdés, megjegyzés van, szeretettel várjuk őket a Q&A felületen. Köszönöm. Oké, tehát én Miklósnak annyit tudok mondani, hogy hát az elég nyilvánvaló, hogy bizonyos ugyanazon szövegeket másképp olvasunk, de ezt nem fogjuk tudni itt most megoldani, tehát azt javasolnám, hogy... Jövő héten. Ezt, majd jövő héten, igen. Tehát, hogy az csak így, ha ilyen lábjegyzésszerűen, az az érv, hogy emlékeztetsz arra, hogy létezik a kulturális és társadalmi antropológiát, kösz. Hát az múlt heti előadásomnak körülbelül a fele arról szólt, hogy milyen hatással volt a mondjuk a kulturális antropológia Durkheimen keresztül a afrikai, ausztrál benszült vallár. Tudatában vagyok, én csak azt akarom halkan jelezni, hogy tulajdonképpen az érdekes számomra most, mint a szociológiára alkalmazott kritikai kulturál, cultural studies, kulturál elemzés
egyik, mondjuk így, hát szándékom szerint képviselője, hogy az is milyen érdekes, megindít, hogy egyáltalán különbséget teszünk. Mi indokolja azt, hogy különbséget tegyünk az antropológia és a szociológia között, melyek gyakorlatilag ugyanazt a tevékenységet végzik, és a klasszikus különbségtétel a kettő között az az, hogy az egyik az európai közegről szól, a másik pedig az Európán kívüli közegről szól. Majd én itt mutatok valamit. A Márk Ózsé, aki etnológusként felfedezi magának az európai embert. Világos, késői. Értem én, csak tehát, hogy egyszerűen az a, én értem, van ennek egy csomó praktikus következmény, arról nem beszélni, hogy nem kéne, hogy mondjam, eltárgyasítanunk a különféle ilyen praktikus distinkciókat a dolognak, az a lényege, a múltkor is mondtam itt ezeknek a szaktudományi distinkcióknak, hogy ki honnan kapja a fizetését, tehát hogy van egy szociológia tanszék, vagy antropológia tanszék, az szuper, mert akkor két helyről tudnak emberek, különböző emberek, de akkor kettő van, nem egy. Tehát értem én, de hogy tehát minél több, annál jobb. De azért egy bizonyos fokig azért fogalmilag azért ez így elgondolkodtad, hogy ha annyira baromira hiszi itt mindenki, és hit mindenki az emberiség morális egységében, akkor vajon mégis mi a jó Istenért különböztetjük meg, legalábbis ezen a szinten. Na most, ami pedig a Weber interpretációm, hogy fel-e vagy sem, hát ha tudnánk azt, hogy Alzheimer-es volt, és ezért nem beszámítható, akkor valóban igazad lenne, de én nem tudom ezt, én úgy tudom, hogy Spanyolnáthában halt meg a szerencsétlen 100 évvel ezelőtt, vagy 101, és hogy olyan, hogy egyébként akik ezt a kötetet szerkesztették, azok úgy gondolták, hogy beszámítható, hiszen beletették a kötetbe, ez a kötetnek az előszava, ami azt jelenti, hogy ezt komolyan vették. Egyébként, hogyha én nagyon szeretettel meghívok minden gyakorló szociológust, az itt jelenlevő PhD hallgatókat, kollégákat, és még BA-sokat is, arra, hogy nézzék végig mondjuk a 20. század elejétől fogva, akár a magyar, akár a kezükbe kerülő bármilyen egyéb szakirodalmat, és tegyék fel azt a kérdést, hogy hol van ebben a rassz distinkció. És a rassz kérdés hogyan jelentkezik. Most a Anikor által mondottakra reagálva jut eszembe, most éppen elővettem, már nem tudom hányadszor, de már vagy 20-30 éve nem olvastam, Íj és Gyula a Puszták népe című szociográfiáját, tehát annak az első 30 oldalán olyan rendesen afrikázik, hogy az ész megáll, aminek ugye az az elmondás, hogy a 30-as évek végén Íjés fejébe, a franciás Íjés, Párizsba járó Íjés fejébe az volt, hogy hát ha azt akarja mondani, hogy hihetetlenül nyomor, borzasztó, kulturálatlan, rettenetes állapot, akkor ez elég azt mondani, hogy hogy Afrika. És hát azért mondjuk így talán nagyon finoman fejezve ki magam, talán mondjuk az afrikai kultúra gazdagságára vonatkozó, hát hogy mondjam, mély tudását, ami bizonyára megvolt Íjésnek, talán nem tükrözi ez a mondás. Talán ilyen diplomatikusan fejezném ki magam ezzel kapcsolatban. Na most, ami pedig a brit hát a gyarmatok elleni tiltakozás illeti, ez nem jó szándékból volt, meg nem jó emberségből volt, hanem azért, mert az volt a megmondás, hogy túl sokba kerülnek. Bocsánat, ez más. Egy John Hobson nevű úriember ezt még formába is öltötte. Pontosan ez az imperializmnak az ellentéte, az a nationalism, hibásan használja azt mind a két szót, már a mai értelemben, nem is ez mellékes, annak az a jelentése, hogy azok, akik hogy jó nekünk az a birodalom, ez az imperializmus, és nem jó nekünk a birodalom, mert sokban van, ez pedig a másik. Az igaz egyébként, hogy a britek, és ez vonatkozik a Robinsonra, a britek valóban ellenezték a gyarmati durvaságokat, tehát ennek két oka volt, az egyik, hogy volt egy bizonyos fajta liberális kultúrájuk,
ahol nekik az volt az elképzelésük, hogy a szabadkereskedelem útján fogják ők majd lerobolni, nem kell ahhoz agyonverni mindenkit meg. De jó lesz, a szabadkereskedelem megoldja. De mondjuk ez azért nem akadályozta meg őket, hogy folyamatosan évszázadokig mondjuk kalózkodásból gyűjtsék az ehhez szükséges tőkét. És általában azért az volt, hogy azért a brit ellenzése, a mondjuk például a rabszolgatartásnak, az, az elsősorban a francia rabszolgatartásnak az ellenzése volt a britek részéről. Tehát ugye azért ez, ugye, itt volt egy ilyen európai gyarmattartók közötti rivalizálás is, amit természetesen elfedett egyfajta ilyen jó emberi beszédmód, de hát azért azt nem szabad, hogy mondjam, készpénznek venni mindenért, minden elemét tekintve. Na most a Anikó által említett tekhez, hát igen, ez a DNS-teszt dolog, ennek egyetlen érdekes hatása van, nevezetesen, hogy az visszaküldenek ezek a cégek egy ilyen profilt, hogy az illetőnek a hátterében egyik oldal, másik oldal $200 megvan. Először is baromi bizonytalan, tehát különböző cégekhez beküld ugyanazt a gén mintát valaki, és egy másféle interpretáció keletkezik, ez nem olyan jó hír. A másik ennél érdekesebb az, hogy viszont az a pozitív, rendkívül érdekes hatás az megvan, hogy magukat hótfehérnek vélő, tehát magyarul Afrikán, nekem semmi közem Afrikához, típusú gondolkodású embereknek elég meglepő, hogy azt mondják nekik, hogy az ön ősei 12 000 évvel ezelőtt hagyták el Afrikát. Amiből az következik, hogy azt megelőzően Afrikában voltak. És ez ilyen triviálisan egyszerű dolgok segítenek abban, hogy popularizálják azt a tényt, hogy az emberiség genezis az Afrikában van. Egyetlen, hogy mondjam, nagyon kis területre megy vissza, és ez Afrika. Tehát, hogy annyira erős az Afrikával, a feketékkel kapcsolatos előítéletrendszer, és a fehér kontingensben, magát fehér identitásban bélő kontingensben, hogy még ezt is így kell, ilyen populáris módon kell, hogy mondjam, cseppenként kell adagolni, hogy ne álljon elő a morális pánik. Ami egyébként szerintem a magyar értelmiség körülbelül egy 40-50 éve tekintetben a fehérség vonatkozásában morális pánikban van. De ez egy másik kérdés. És hát pontosan elvezet ahhoz a fehérség kényszerű bizonygatása, mondta te, nagyon helyesen. Én erre csak azt az egyetlen nyelvi típusú, ahogy mondjam, kérdést szeretném föltenni, hogy szerintetek az a magyar kifejezés, amikor valami silány, borzalmas, kibírhatatlan, rossz, arra azt mondja a magyar ember egy része, hogy nem fehér embernek való. Ennek mi volna a helyes történeti szociológiai elemzése, ha nem az, hogy a nyugati hegemon beszédmódból, ami rasszista ebben a formában, átvett, hát és egy ilyen kicsit, hogy mondjam, áramvonalasított, túlegyszerűsített dolog. Miklós. Jó. Három rövid megjegyzés. Kezdtem az utolsóval. Egyetértek azzal, amit itt te kvázi velem egyetértve a brit gyarmatosítás piacorientáltságával kapcsolatban mondtál. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy itt az is egy fontos eleme a brit modellnek, ami megint eltér a többitől, hogy ők a kriket révén is gyarmatosítani akarnak, tehát kultúrát szállítanak a gyarmatokra. Nem véletlen, hogy most, ha az olimpián kriket döntőt játszanak, akkor azt a pakisztániak meg a britek, vagy más brit gyarmatbirodalomba tartozó népségek folytatják. Weber, én nem arra akartam utalni, hogy Weber Alzheimeres lett az élete végére, csak arra akartam utalni, hogy idézetet találunk Webernél másra is, tehát ha a világvallások gazdasági etikájából idézünk, akkor rengeteget tudok hozni olyan citációt, ami a brahmanizmusról vagy a buddhizmusról szól, és az ír magja nincs benne a rasszizmusnak. Bocsánat, akkor ezt most mondom is, persze, én magam is mondtam, hogy ütközik a Weber általános munkásságával. Tehát egy kiragadott idézettel
kvázi érvénytelen. Nem kiragadott, ez az utolsó bekezdés a bevezetőbe, ez nem kiragadott idézet. Ez a leghangsúlyosabb része annak a kötetnek. A kötetnek igen, de a Weber életművet illetően azt gondolom, hogy mégis viszonylag kiragadott. És akkor a szociológia, antropológia, persze beszéltél erről a múltkor is, de a kérdés fölteszek, hogy a szociológia miért nem foglalkozott a témával. Ebben van a modern, a társadalomtudományok közötti munkamegosztás is, aminek gyönyörű példája a Parsons-Kröber-Parsons paktum, amit egyébként a replikában közöltünk még a 90-es évek elején, ahol fölosztják a vizsgálandó tárgyterületeket. Az egyik foglalkozik a kultúrával, az lesz az antropológia, amiből aztán majd a kulturális antropológia és cultural studies is kijön, a másik pedig a társadalommal foglalkozik, az lesz a szociológia. Mert az 50-es évekig nem volt egyértelmű, hogy mi tartozik a szociológia, és mi tartozik a kulturális vagy szociális antropológia érdeklődési körébe. Tehát ez a szociológusnak, amely mondjuk a társadalomtudományi mező hatalmi viszonylatait próbálja vizsgálni, nem elhanyagolt a szempontja. Tehát hogyha a te általad felvetett kérdést akarjuk megválaszolni, akkor túl azon az egyébként teljesen jogos történeti dimenzión, amit te felvetettél, ezt a strukturális, tehát a disziplína, a társadalomtudományi disziplinák közötti rivalizálást és harcot is figyelembe kell vennünk. Jó, hogyha nem haragszatok, akkor érkezett néhány érdekes kérdés, ami nagyon, nagyon is kapcsolódik ahhoz, amiről eddig szó volt, jelesül a kifehéredés, mint asszimiláció, integrációnak a témaköre, ami szerintem a magyarországi félperiférikus szempontból is elképesztően izgalmas jelesül mondjuk a férperiféria viszonya a megkülönböztetett hegemon pozícióban lévő fehér domináns pozíciókhoz. Ez egy nagy téma, és József is írt erről. A kérdésben konkrétan azt felhívják Kustán Magyari Attila a figyelmünket egy műre, amelynek címe Working Towards Whiteness, How America's Immigrants Became White, ez a könyvnek a címe, és azt mondja a kérdező, vagy a Kustán, hogy a mi kelet-európai nézőpontból különösen érdekes lehet, hiszen a szerző többek között a magyar bevándorlókra is kitér, akiket egészen sokáig nem a fehér kategóriába sorolták. Akár úgy is kérdezhetném a kérdést, vagy úgy is átfogalmazhatnám az életútra reflektálva, hogy József, neked amerikai pályát során sikerült-e teljesen kifehéredned ebből a nézőpontból, de szeretném, hogyha a kérdésre úgy is reflektálnál, mint egy ilyen tudományos probléma, amiről most szó volt. Köszönöm szépen. Hát, szuper, mennyi időtök van? Szóval talán azzal kezdeném, hogy ha semmi más nem visz haza ebből a néző hallgató, mint azt, hogy ez egy olyan téma, ami különbözőképpen érinti a világ különböző lakosságának különböző tagjait. Egy nagyon triviális dolog, de ismét csak nem olyan dolog, ami nekünk, ami hogy mondjam, történelmi, földrajzi, tudom, milyen adottságaink következtében áll, hogy mondjam, eszünkben, hogy mondjam, tehát hogy megjelenne a gondolkodásunkban. Tartsuk szem előtt, mert a rossz tudomány lesz az, amely csak arra alkalmas, hogy azt mondja el, hogy a legmillión fehérebb közegben mi az igazság. A jó tudomány az, amely alkalmazható tágabban is. És a szociológiának, ugye az, mondtam, múltkor is beszéltünk erről, az a csodálatos ígérete, hogy az emberi társadalom formáinak tudománya nem a kizárólag 38 generációra svájci kis falunak, nem, az emberi. És ezt azért mondom, mert most képzeljük el azt a helyzetet egy pillanatra. Nem lesz nehéz, mert mi sem állunk távol ettől a szituációtól, de most hadd mondjak egy másikat, mondjuk egy a mi nézőinkhez, hallgatóinkhoz
hasonló életfázisban, életkörülmények között élő, de mondjuk kenyai közegben felmerül ez a kérdés. Hogy mit tanulnak meg a kenyaiak abból, hogyha a nyugati szociológiát tanulmányozzák? Alkalmas-e ez arra, hogy az ő tapasztalataikat, élményeiket elmondja? Tehát azt én értem, abszolút visszatérve erre a bizonyos munkamegosztásról, értem én. Van egy paktum, hogy majd a szociológia, azt meg az antropológia, de ez a paktum, ez nem elsősorban arról szól, hogy a kultúrát, az antropológia és a szociológia nem foglalkozik kultúrával, foglalkozik az kultúrával. Szerintem nem erről szól a paktum, hanem arról szól, hogy a szociológia az a belülről idealizált európai vagy európai kiterjesztésű észak-amerikai társadalomról fog szólni, és úgy tesz, mintha a világ többi része nem lenne, az antropológia pedig a többi részéről fog beszélni, és adottnak veszi az európai. Ennél fogva én úgy érzem, hogy ebben a paktumban egy elképesztően cinikus geopolitikai játszma van benne, kódolva. Nem egyéni rossz indulat, nem egy gonosz emberekkel ezért mondom, hanem ez egy strukturális tény, ami a világ szerkezetével függött össze. Hát én úgy érzem magam, hogy az én, az politikám erre vonatkozóan, nem mintha meg tudnám mindig valósítani, egyáltalán nem érzem. De hát az, hogy próbáljunk meg úgy beszélni, hogy utána ne kelljen szégyelnünk magunkat. Ne kelljen szégyelnünk magunkat, hogyha például megjelenik az írásunk angolul, és akkor elolvassa valaki mondjuk Nigériából, és akkor találkozol vele egy konferencián, és azt mondja, hogy mit gondoltam, hogy nem értem, hogy mit is mondtál. Ez az udvarias módja annak, hogy micsoda baromságot, vagy bántó dolgot mondtál, hogy ez ne legyen. És akkor még visszafordítanám ezt magyarra, hát a magyar közeg is olyan, ahol lehetsége le tud menni a liberális televízióban egy olyan interjú, mint amit kitettem a Facebookra. Hát abban minden lehetséges idevágó hibát elkövet a magát egyébként elképesztően liberálisnak képzelő riporter, és nem egy külföldivel szemben, hanem az egyik honfitársnőjével szemben. Hát eláll a szavam. Tehát ugye, hogy mondjam, azért érdekes ez, mert ismét csak nem azt mondom, hogy gonosz emberről van szó, nem az egyén az érdekes, hanem a struktúrák, amelyekben élünk. És ami pedig az, hogy én, hát Becoming White, volt egy interjú a nyáron, megjelent a Mércén, abban elég részletesen pertraktáltam éppenséggel ezt a fehérréválás dolgot, Parászka Borókával ő készítette az interjút. Az a történet lényege az, hogy egy könyv, How the Jews Became White Folk, ez volt a címe, hogy lettek a zsidók fehér emberek. Majd utána ezt követte egy sor egyéb projekt, hogy lettek az írek fehérek, hogy lettek az olaszok fehérek, ha jól emlékszem, itt volt egy lengyel, és hát a magyarok se voltak fehérek, és a per pillanat az amerikai magyar közegben, amennyire egyáltalán elmondható, hogy létezik ilyen politika, mert ugye eléggé széthullott már az a közeg, és nagyon nem egységes személyen szempontból, hát kb. 5 percig kell beszélgetni, hogy kiderüljön, hogy van diszkrimináció. Nem gondolják azt, hogy egyenrangúak lennénk. Az például politikai lépés, most csak nem, hogy dicsérni akarnám magam, csak mondom, hogy valaki például nem hagyja el az ékezeteit. Márai erről még egy rendkívül poetikus kitételt is tett. Például azáltal, hogy valaki megtartja az ékezeteket a nevében, azzal azt jelzi, hogy külföldi, kelet-európai, és ráadásul Németországtól keletre. Ennyi elég, ez már, tehát itt már gondok lesznek. És mondom ezt úgy, hogy egyébként hát én ránézésre úgy nézek ki, mint egy ilyen észak-svéd protestáns lelkész. Tehát,
ennek ellenére is ezzel együtt. És akkor még ezen túl van a viszony, ugye, hogy az óriási többséget kitevő, például az egyetemi közegben, ugye nem fehér, hát hogy mondjam, kontingenshez fűződő viszony, ezt meg kell tanulni, hogy az ember hogy szólaljon meg úgy, hogy ne ilyen elefánt a pocánboltban módon beszéljen, és ráadásul, hogy ne kelljen szégyelnie magát utána. És az én csak annyit tudok mondani, hogy nem annyira panaszra akarnám ezt használni, én csak azt akarom mondani, hogy én, amikor kimentem 27-28 éves koromban Amerikába egyetemi végzettséggel, viszonylag jó angoltudással, én nekem fogalmam nem volt erről. Tehát én nekem nulla felkészülést adott az itthoni közeg erre, és tehát mindent a saját buktáimból, saját hibáimból és bukdácsolásomból kellett megtanulnom. Nem, mintha most azt gondolnám, hogy mindent tudok, nem azért mondom, csak hogy amit tudok, azt úgy tanultam, hogy a saját káromon, hogy így mondjam. De hát mint tudósnak, főleg, hogyha az ember globális kérdésekkel, globális történeti szociológiával próbál foglalkozni, hát nem lehet máshogy, mint csak úgy, hogy azonnal föltenni a kérdést, gyorsan végigfuttatni, hogy mit szólna ehhez a kínai haverom, a japán haverom, indiaiak, a pakisztániak, a bangladesiek, afrikaiak és a latinok, mondjuk ez ilyen barátomban. Végig gondolom azt, hogy ő nekik, ha elküldöm, akkor hogy szólnának meg. És ez, az embernek ad egyfajta ilyen nagyon klassz védettséget ez. De ez nem kell, hogy konkrét barátai legyenek, az embernek el lehet képzelni. Igen, ehhez csak nagyon zárójelben, mert egyrészt a végéhez érünk, másrészt pedig Anikó szeretne valamit még gyorsan hozzáfűzni, vagy kérdezni, csak ehhez szeretném hozzátenni talán csak annyit a saját részemről, hogy a szociológiai vizsgálatok tétje, legalábbis az ilyen komparatív globális szociológiai vizsgálatok tétje pont talán azoknak a nézőpontoknak, megismerési pozícióknak az emancipálása, amire az általad is idézett Chakrabarti úgy hivatkozik, hogy a történelem elképzelt várószobájában vannak ezek a szubaltern pozíciók, ez a 2000-es Princeton University Press-nél megjelent Provincializing Europe című könyvéből idézek, ami szerintem egy gyönyörű metaforája ez az elképzelt váróterem, és hogy érzékeltessük a tétjeit ezeknek a vizsgálatokat, amelyeket lehet kulturális antropológia, történeti szociológia és mindenféle kultúratudomány nézőpontjából csinálni, hogy talán ez lehet a tétje, hogy egy mélységes szkepszis ezekben a nagy nyugati teleológikus narratívákban, hogy ezzel próbáljam kötni József első előadásához is az itt elhangzottakat, amely egy nagyon fontos aspektusát nagyította ki számunkra. Köszönöm, hogy én is úgy gondoltam, hogy ez volna az én kontribúcióm, inkább egy ilyen kis összegzésként, ami itt elhangzott, és akkor kérlek, Anikó, viszonylag gyorsan tett fel a... Teljesen fog kapcsolódni. Köszönöm szépen. Ahhoz, amit mondtál, Ádám, mert én is csak azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy mennyire értékes volt ez az előadás is, abból a szempontból, hogy adott szerintem a hallgatóság tagjai számára egy olyan eszközt, meg egy olyan példát, vagy mutatott egy olyan példát, hogy a tudományos szövegekre, a tudományos beszédre hogyan lehet, vagy a tudományos diskurzusokra hogyan lehet úgy rátekinteni, hogy mi az, amit elfed, vagy mi az, amit nagyon alapvetőnek feltételez, vagy gyakorlatilag természetesnek tart, és mi az, amiről ezáltal viszont meg nem beszél, mik azok a tényezők, amiket elhallgat, és ezzel maga is hozzájárul tulajdonképpen egyenlőtlenségeknek az újratermeléséhez, tehát ez a fajta ilyen önreflexív, meg most már tényleg az eszköztár, amit így kaptunk ebben az első két előadásban, ez szerintem már nagyon hasznos, és azon leszünk, hogy ez csak folytatódjon. Még egy szót mondhatnék? Igen. Köszönöm. Annyiban bocsánatot szeretnék kérni a hallgatóságtól, hogy már mindannyiunk, így ötünk nevében, meg főleg a saját nevemben, én a saját nevemben annyiban, hogy túl sokat beszéltem, már az előadás is kicsit szerintem hosszabb volt, és a válaszaim is hosszúak voltak, és a mi ötünk nevében pedig azért, hogy akaratlanul is, hát így mi öten így domináltuk ezt a dolgot,
ezen szerintem tudunk változtatni, mert a következő lesz az, ahol nem lesz előadás, csak beszélgetés. Tehát akkor szerintem mindannyian, mind a részvevők is, meg a mi is, készüljünk úgy, hogy nyissuk ki a dolgot jobban, tehát én kifejezetten szeretném kérni a részvevőket személy szerint, hogy gondolkodjanak az elkövetkező egy hétben, hogy mondjuk az elhangzottak alapján, hát most ilyen furcsának fog tűnni, mert ugye én beszéltem az elmúlt két hétben, tehát legtöbbet, tehát most úgy tűnik, mintha én magamat reklámozom, de nem azért mondom, hanem hogy ami itt elhangzott, ez gondolom elég provokatív volt, annak szántam, hogy mi adlik az eszükbe, és hogy ez hogy lehetne, hogy mi a megbeszélni úgy, hogy hát, ha még abból ki is sülhet valami a magunk számára. Engem személy szerint nagyon érdekel egy ilyen beszélgetés, és tehát én, hogy mondjam, nagy szeretettel és izgatottan várom a jövő hetet, megmondom őszintén. Csatlakozom, mélyen egyetértek azzal, amit mondott József, és valóban várjuk a hozzászólásokat, megjegyzéseket, kritikákat, fölvetéseket péntek délutánig, tehát fontos, hogy mi is rákészülhessünk a hétvégén arra, hogy miről is szól majd a jövő heti, remélhetőleg nagyon izgalmas negyedik alkalom. Igen, abszolút, és most ennek az előadásnak a tudatában, és most így ezzel a hátunk mögött legalábbis ilyen tartalék muníciónak ott van a Böröc és a Miklós közti, vagy Böröc és Miklós értelmezései közti ellentétnek a szélesebb kibontása, ami szerintem nagyon izgalmas, de hogy én nem szeretném Mondtad, őket. A József Igen? és a Hadas között. Ja, bocsánat, József és a Hadas között, Böröc és a Miklós között, Hadas és a Böröc között, tök mindegy, tehát hogy ez a két intetet nem őket egymásnak ugrasztani, és ezzel érdeklődést csalni, de hogy ez azért abszolút az eszköztáramban van, hogy erről a kérdésekről bővebben beszéljük, lásd például Max Webernek a különböző értelmezéseit, de hogy így a viccet félretéve én is szeretném megköszönni a részvételt, és hogy várunk mindenkit egy hét múlva, és a Replika Facebook oldalán, illetve az e-mail címünkre, a Szabad Egyetemes e-mail címre várunk minden kérdést, kritikát, megjegyzést, észrevételt, hiszen ahogy József is mondta, szeretnénk ezt az alkalmat tényleg az egyfajta beszélgetéseknek, vagy